Köszönöm mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Division 2, azon belül is, hogyan számoljuk ki a damage-ünket division -ben? hogyan adjuk össze a cuccainkat a Division 2 be hogyan lesz a végösszeg, mitől sebzek nagyot, erről fogunk beszélni. Szóval, hölgyeim és uraim, ez a videó, mondhatni, hogy a magyar lefordítása, annak, amit Markos Osztály csinált, nem régi csinált egy videót, hogy hogyan számoljuk ki a DPS-t. Hála az égnek neki, hogy is mondjam, 24 per hete van arra, hogy ezzel a játékkal foglalkozom. Nekem csak egy vagy két napon van a héten. Ahhoz, hogy ezzel a játékkal foglalkozzak, és bőven elegendőek azok a számok, amit a munkahelyemen nézek. Így aztán vannak ilyen arcok, mint ők, akik segítenek nekünk, hogy hogyan számoljuk ki a DPS-ünket, úgyhogy én azt is lefordítanám magyarra, és igyekszem egy, minél érthetőbb módon átadni ezt, a, ezt az üzenetet, és ez ugyanígy működik Division 1-ben is, egy kis apró változással, de az alapjai ugyanezek a Division 1-ben is, és szeretném ezt, hogyha a magyar közösségnek is meglenne, annó jó magam is így számoltam a Division 1-ben, és a ja, Division 2-ben sem fog változni, úgyhogy jöjjenek, mielőtt jöjjenek a részletek, szeretném elmondani, hogyha klánba szeretnétek csatlakozni, akkor létezik egy olyan klán, az a nevük, hogy Cigi Szünet. A Discordjukhoz elérhető linket lerakom a videónak, a, ennek a videónak a leírásában, ott megtaláljátok Cigi Szünet. Még egyszer mondom, ők alkottak egy nagyon jó kis Division klánt, hogyha szeretnél ahhoz csatlakozni, akkor várnak szeretettel. Szóval, vágjunk is bele kőkeményen a lecsóba, készüljetek fel a legjobb matek tudásotokkal, ha pedig nem jutottatok el odáig, hogy, hogy, hogy egyáltalán törődjetek azzal, hogy milyen számok vannak, semmi para, nem fogtok semmi hiány szenvedni, mert hogy arra is uh, volt olyan kedves ez a Márkoztársrác, és csinált egy DPS számolót, Ja, Excel-be egy DPS számolót, és azt elérhetővé tette mindenkinek. Ehhez is a linket a videó leírásába belerakom. Na most ahhoz, hogy megértsétek ennek a DPS számolónak a működését, ahhoz, hát figyeljetek erre a videóra, és ami mondani valóban van benne. Úgy indul az egész történet, hogy a Division 1-be is és a 2-be is kétfajta, damage fajta, két fajta damage számolás létezik. Az egyik az összeadó, és a másik a szorzó. Néhány damage fajtát összeadunk, néhány damage fajtát pedig összeszorzunk. De hogy mely, mikor, melyiket, hogyan, az nagyon nem mindegy, mert hogyha minden damage összeadunk, az az összeg természetesen kevesebb lesz, mint hogyha minden damage mondjuk össze kellene szorozni. Természetesen a kettő összekeveredik, de nem mindegy, hogy melyik damage-et szorzod össze, vagy adod össze, mert így juthatsz el ugye egy, uh, egy jó damage egy kurva jó damage-ig tulajdonképpen. Úgyhogy ezen két fajta példát felhozva, ugye a Division 1 és 2 is ugyanígy működik. Amit tudnatok kell a Division 2-vel kapcsolatban, hogy a összes fegyver damage, all weapon damage az összeadódik a fegyvertípus damage-el. Tehát Assault Rifle damage, például, vagy Light Machine Gun damage, összeadódik az All Weapon damage-el. Oké? Okay? Továbbá, ami még összeadódik a Division 2-ben, az a Crit damage, illetve a Headshot damage. Ez a kettő összeadódik. Na most, a többi az mind-mind felszorzódik. Tehát, és akkor most kapaszkodj meg, mert itt jön a táblázat. Ben. Nos, azok alapján, amit eddig említettem, jöjjön, hogyan nézzük meg, számoljuk ki Division 2-ben a damage illetve a DPS-ünket és a többi. Szóval, Amint látjátok ezt a táblázatot, van egy alapgolyó sebzésünk, ugye, és amint említettem, az összes, fagy, összes fegyver uh, sebzés, all weapon damage, és a fegyver sebzés, tegyük fel a assault rifle sebzés, uh, azok összeadódnak. Headshot sebzés, kritikus sebzés összeadódik, ez a Division 2-ben, a Division 1-ben nem. Elitek szorozva, utána szorozva, szóval összes fegyversebzés plusz fegyvertípus sebzés, szor, headshot sebzés plusz kritikus sebzés, so szor, Elitekre való sebzés, szor armo sebzés, szor éles sebzés és szorozva a fedezéken kívül lévő enemire való sebzés. És végül kapsz egy végső sebzést, ami, um, ami ami, lesz egy összeg. Szóval, akkor uh, töltsük most ki ezt a táblázatot random százalékokkal és random uh, damage uh, sebzéssel mert valószínűleg ilyen nem fog létezni, de csak egy random számokkal kitöltjük, akkor így fog kinézni. Tegyük fel, hogy van 10% összes fegyver sebzésünk, ugye 13% fegyver típus sebzésünk, headshot sebzés 90, kritikus sebzés plusz 30, és a többi, és a többi. Ez mind szépen így megvan. Hogyan néz ki ennek az egyenlet, és hogyan kapjuk meg a végső sebzésünket? Fölírjuk ezt szépen, <laughs> -e szépen egy egyenletbe, matek 8. osztály, szóval a sok, sok százalékkal felírjuk szépen ezt egyenletbe, és kijön, hogy 17.393, remélem nem kell elmagyaráznom, hogy miért írjuk fel ezt az egyenletet így, ahogy felírjuk, de a lényeg az, hogy ezzel a metódussal kell számolni, tehát minden ott van 5000 golyonkénti sebzés, tehát minden golyod 5000-es sebez, az felszorozva a 10 százalék sebzéssel és a 13 százalék sebzés összegével, utána felszorozva a kritikus sebzéssel és a hedzós sebzéssel, utána az elitekre, blablabla, bla, bla, és így kijön, hogy 17.393 ideális esetben, akkor, hogyha 100 os a kritikus esélyünk. De ugye a játékban nincsen 100 os kritikus esély, ezért ahhoz, hogy megtud, hogy mennyi az átlagos sebzésed, egy bizonyos százalékú kritikus esélynél ahhoz mit kell tenned. Szóval, kritikus esélyszámolás, kritikus sebzés, osztva 100, mint a 100 százalék, ugye, mint hogyha a 100 százalék volna a kritikus esély, kritikus sebzés osztva száz, szorozva az adott kritikus esélyed, de tegyük fel itt most 50 százalék, szóval ha van összesen 50 százalék, az szorzott fel. Tehát még egyszer kritikus sebzés, osztva 100, szorozva krit esély. A mi esetünkben a táblázat esetében 0,3, ugye az lenne a 30 százalék, osztva 100, szorozva 50 egyenlő 0,15, az behelyettesítjük a 0, um, három helyére, és kijön, hogy 16.207 lesz az átlag sebzésünk, hogyha a felszerelésünknek 50%-os krit esélye van. Logikus? Logikus. Na most ugye ezen kívül jó páron tudnátok, hogy szeretnétek, oké, hogy én egyet sebzek golyon de mennyi a DPS-em. És a DPS kiszámolása az így néz ki. Végső sebzés, osztva 60, mert 60 másodperc, szorozva RPM. Szóval a DPS 18908-ra jön ki ennek a fantázia az esetében. De is per second 18908. Ennyit fogsz ütni átlagosan, ideális esetben, mert ugye az elitekre már megint más sebzést fogsz leadni, a nem tudom milyen fajta enemikre megint más sebzést fogsz leadni, a Dark Zomba megint más sebzést fogsz leadni, ugye a fegyverkorlátozások miatt, a PvP-ben más sebzést fogsz leadni a fegyverkorlátozások miatt, és ezeknek mind külön adatuk van. És ezért volt olyan kurva rendes ez a Mark nevű gyerek, és ugye csinált egy DPS számolót, ahova uh, beírhatod azt, hogy mennyi a fegyverednek a DPS-e, és mennyi százalékban vannak a cuccaid, milyen, milyen uh, bónuszokat kaptál a cuccokra, itt van, és hogy uh, végösszeget kiírja neked, hogy mennyi DPS-t fogsz tudni csinálni természetesen egy ilyen ideális esetben. Uh, gyerekek, <laughs> remélem, hogy, hogy sikerült uh, kicsit a Division 2 mögé látni, Illetve motiválni titeket arra, hogy saját bildet hozzatok létre, saját magatok számoljátok ki, hogy mennyi a DPS-etek, mennyi a damage-etek. Sokkal-sokkal izgalmasabb e, így a játék, és ettől válik jóvá ez a játék, nem csak attól, hogy megyünk és lövünk. Persze valaki természetesen azt, azt szereti csak, hogy megyünk és lövünk, és kit érdekel, hogy mi van rajtunk, csak lőjünk. Úgyhogy de számomra jó esik egy kicsit belemerülni a számokba időnként, és kihozni valami értelmes bildet, vagy, vagy egyszerűen csak úgy unalomból kiszámolgatni a dolgokat, mert hát, hogyha kijön valami fasz a dolog. Szóval ez a Division, illetve Division 2 szépsége valamikor, régen engem ez fogott meg. A Division 2-ben is elmondhatom például az Antenben is ez fog meg, ez a kis számolós rész. Úgyhogy ja, nem túl komplikált az egész, de, de ott van, és, és jó, jó, emiatt jó vele játszani. Nos, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő Division videóig. Sziasztok!